Sziasztok, Vancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Szélesi Zoltán végleg nem kívánatos személy lett a Szusza Ferenc stadionban. Az Újpest korábbi védője kedden még együtt edzett a csapattal, szerdán azonban bár nem. Pedig 6 nappal ezelőtt minden rendeződni látszott. A 27-szeres magyar válogatott labdarúgó hosszas gondolkodás után elfogadta Roderick Duseteli elnök ajánlatát, amelyben az állt, hogy csak akkor kerülhet vissza a keretbe, ha fizetését a felére csökkentik. Múlt szombaton a Haladás elleni mérkőzésen még úgy volt, hogy a kezdő csapat tagja lesz. Úgy készültem, hogy szombaton utazok Szombathelyre a Haladás bajnokira, ahol kezdőként szállt volna majd edző. Szerdától szombatig elterjedő időben bevitték a szerződéseket regisztrálni az MLS-be. Az én szerződésem nem volt ott a regisztrálók között. Fölhívtam az ügyvezetőt, a gyarmati esztert, megkérdezem, hogy mi történt, hisz az ő kezébe adtam át az aláír szerződésemet. Ő azt mondta, hogy így van, ez igaz, de nem tudja, hogy hol van. Fölhívja az elnököt. Mondta neki, hogy nincs ott a szélesi szerződése, amely azt válaszolta, hogy tudom. Azonban csuktam megalázva a bepakolt táskámmal, nem mertem bajnokmeccset játszani. Hívtam az elnöket föl, nem válaszoltam, mert hétfőn találkoztam vele, ott kikérte magának, hogy neki víkendje van, hétvégéje van, ne zakassam, ne hívogassam. Kérdeztem, hogy mi a probléma, hogy hallottam, hogy a szerződéssel van valami gond, pedig aláírtam és átadtam. Azt mondja, hogy majd a képviselőmnek elmondja. Ugye a képviselőm, aki Gém Zoltán, aki folyamatosan ebben a kommunikációban benne volt, hétfőn bement hozzá, és azt mondta neki a Roderick, hogy nem kíván engem továbbiakban foglalkoztatni. Mondta neki, de megegyeztünk, de hát aláírtam, meggondoltam magamat, nem jutott el hozzá a szerződésem. És ezzel befejeződött a dolog. Ott feldúltan, zaklatottan távozott a képviselőm. És azóta annyi történt, hogy a mai naptól nem tettem be a lábamat a székházba. Szélesi az NSO TV-nek másfél hónappal ezelőtt elmondta, egyáltalán nem volt kifizetődő számára a 3 éve aláírt szerződés, amelyben nemzetközi kupaporondot és akadémiát ígértek neki, ahol karrierje befejezése után az utánpótlásban foglalkoztatták volna. A játékosokat segítsem a tapasztalatommal, a rutinommal, a tehetségemmel, illetve ami másik fontos dolog volt a kommunikációban, hiszen rengeteg légiós érkezett, és azért tudjuk, hogy Magyarországon nyelvi nehézségek szoktak adódni, több nyelven beszélek, és ezt is próbálták akkoriban még úgy intézni, hogy segítségre legyek a csapatnak, ilyen sok fronton. Úgy néz ki, hogy ez nem volt kifizetődő, ahogyha saját magamat tekintem. Roderick Duseteli a Nemzeti Sport szerdai számában elmondta, hogy azért vált meg Szélesi Zoltántól, mert azt látta, hogy a védő személyiség és a másokhoz való hozzáállása egyáltalán nem felel meg a klub számára. Nebojsa Vignyevics vezetőedző és a játékosok nem értik, sőt megviseli őket a kialakult helyzet. Bár abban egyetértenek, hogy ennek a problémának a klub és a játékos között kell megoldódnia, szerintük a védőnek Újpesten lenne a helye. Nem tudom pontosan, hogy most mi a helyzet vele. Ez az ő és a klub közötti probléma. Tegnap még velünk edzett, ma már nem. Délután már jobban látok mindent. Szerintem, hogyha megkérdeznék a csapatot, minden egyes ember az Oli mellett kiállna, és nem hiszem, hogy rosszat tudnánk rá mondani. Mindenki elé példaként állítható, példaképként az edzés hozzáállása és emberi részére is, és úgy gondolom, hogy neki itt a helye az Újpestben. Azt hiszem, hogy nem magamat nekem nem kell megvédeni, hát akkor a csapattársaimat, de nyugodtan külföldit is megkérdezhet, majd ők megadják a választ erre a kérdésre, és akkor meglátjuk, hogy ki állít valótlan. Szélesi Zoltán egyelőre nem tudja, hogy mikor és melyik csapat színeiben léphet újra pályára. Ismét egyénileg edz, de jövője már a képviselőjén és az ügyvédeken múlik.